Na sziasztok, srácok, üdv emberek egy következő videóval! Újra a havi vlog, és nem tudom, észrevettétek-e már, de ez az új mikrofon. Igen, a mikrofon, illetve nem mondtatok semmi dolgot, amit, amit lehetne venni. Na mindegy, sokkal jobb a hang, úgy messze-messze jobb a hang, akiknek a nem lenne jobb hallgatójuk lényegében annyi a különbség, hogy ez szinte konkrétan semmilyen alapzaja nincs ennek a mikrofonnak, Nyilván a háttérzajokat kicsit jobban felveszi, szóval ha hallottak valami háttérzajt, hogy ilyesmit, akkor szóri. Ezen kívül a, a herc tartomány, amiben felvesz, sokkal több. Szóval a régi valami, fogalmam sincs mi volt, de ja, ez, ez, a mikrofon 20 Hz-től 20.000 hz, 20 hz tud felvenni, szóval ez egy tökéletes mikrofon. Na de, nem ezért vagyunk itt. A weboldal miatt ugyanis kicsit változott. Na most az elmúlt két napban csináltam, írtam bele azt, hogy több pálya lehetőség legyen, vagy legyenek külön pályák. Ezt két nap alatt megírtam, pontosabban azt hiszem 17 óra volt, 5 óra volt az, amíg megcsináltam a, a menü kinézetét, meg összeraktam, hogy jól működjön, aztán és 6 óra volt az, amíg megcsináltam a sessionöket, hogy, hogy külön legyenek, szóval ugye mindenki tudja, hogy ha beléptem, mint hogyha beléptünk ebbe a játékba, akkor csak egy csatába dobott be egyből. Most viszont vannak külön pályák, külön sessionök, szóval külön pályákon lehet játszani külön fajta emberekkel. És amíg ezt megcsináltam, hogy a szerver tudja kezelni azt, hogy több csata van, és nem csak egy, az ugye 6 órába telt, aztán még 3 órába, amíg megcsináltam, hogy a játékosok nevét kilistázza, hogy ki melyik csatában van. Um, mivel konkrétan csak így összedobtam 17 óra alatt ezt az egészet, ezért bűnronda, de akkor nyilvánvalóan jöhet a kérdés, hogy, hogy ha csak két napot foglalkoztam vele, akkor mi történt a többi 28 napban? Na most elmondom, semmi. Most úgy kell képzelni, hogy emlékszik felkeltem a hónap elején, és tudtam, hogy ezt meg kellene csinálni, és arra keltem fel, hogy mindjárt hónap vége van és egy egyik alatt összedobtam ezt a külön pályák vannak dolgok. Na mindegy, inkább lépjünk be, hadd lássátok. Belépünk kenyer névem. Ahogy láthatjátok, bűnronda, mert tényleg csak így összedobtam. Szóval baloldalt lenne a chat, amit majd megcsinálok. Középen vannak a csaták, amik szóval lényegben ugye a zöld terület a chat, kék terület ugye a csaták, ezek itt a pályák, jelenleg van krumpli, kenyér és ABC pálya, az ABC-t a black hozta létre, és annak ellenére, hogy lekapcsoltam a gépet, meg kiléptem az oldalról, annak ellenére mégis itt van, ugyanis a szerver elment, és mindenkinek elküldi, hogy milyen pályák vannak eddig létrehozva. A, a pálya neve mögött az a szám, az a pályának az idéje, ugyanis így csináltam meg azt, hogy legyenek külön csaták, hogy a szerver csak akkor küldi, el a másik játékosnak azt, hogy beléptél az ő csatájába, hogyha valóban ugyanaz, ha, valóban ugyanabban a csatában vagytok, és ezt ugye ID alapján tudja a szervel meghatározni, és nyilván jobb lát az E oldalon pedig, ez a piros terület, ahol létre tudunk hozni oldalt, ugyanúgy, mint a tankiba, illetve hogyha rákattintunk, akkor kírja a nevét, és ha belépek ve-ve-ve-ve névem, a kenyérbe, csatlakozás. Ugye light, ugyanúgy működik minden, mint eddig. Ezt kiofolom Láthatjátok, hogy tökéletes működik. És. Szóval, hogy semmi nem változott, visszamegyek, és rákattintok kenyér, Akkor írja, hogy. Uh, igen, bűnronda. Uh, please. Nyugassatok le. Tudom, uh, nem is így tervezem, csak összedobtam. Szóval, kérje, hogy veveve -ve -ve bent van, és nézzük meg, hogy mit történik a kiekszelem. Uh, nem automatikusan menti, ezt majd szeretném nyilván jövőben megcsinálni, de ha újra rákattintunk a pályára, akkor eltűnik. És most megmutatom, hogy valóban vannak külön pályák, fellépek a. szóval létrehozok um, három játékost. Szóval kenyer haha, -ha, illetve ablakmosó névvel belépek, és az egyikünk el fog menni a kenyér pályába. Szépen bejelentkezek, mint kék, megint bekussolhatom, itt uh, belépek a krumplipályára, például belépek, um, mint kék, megint csak, tök mindegy, kus, szóval hogy amint észrevettek, hogy nincs font a kenyér, itt viszont fenn van kenyér, és nincs fönt. Haha, ugyanis nem a, ugyanabba a csatába léptünk. Emellett, hogyha most rámegyünk itt a harmadik félre, akkor láthatjuk, hogy a krumpliban a haha -ha -ha nevezetünk van, ahogy láthatjuk is, és a kenyérben pedig a kenyér. Hopp, ez véletlen volt, hogy a kenyérrel a kenyérbe léptem, nem, nem. És szóval választottunk, hogy hova szeretnénk belépni. Lépjünk be először a krumplihoz, és menjünk pirosba, és láthatjuk is, hogy felcsatlakozott a blokk mosó, és láthatjuk is, hogy itt vagyunk, és hogyha látjuk is egymást, és meg is tudom lőni a másikat, igen, láthatjuk, tudják tudjuk egymást ölni, meg minden, ugye újra is élettünk, tök jó, minden működik. Szóval nyilván nincs itt kenyér, ugyanis nem ebbe a pályán van. Hát akkor lépjünk le, innen, ha rámegyünk vissza, most már végre, úgy, ahogy rendesen működik a visszagomb, szóval rámegyek vissza, és elmegyek újra krumpli, akkor láthatjátok, hogy kiléptem, és hogyha ide visszamegyek, láthatjátok, hogy ablakmosó kilépett a játékból, itt oldalt írja, és nem vagyok fent. Oké, okay, akkor most lépjünk be, kenyérhez látogassuk, meg őt is. És láthatjuk, hogy ablakmosó csatlakozott a játékhoz. És láthatjuk, hogy bent is vagyunk. Nézzük meg, itt is tudjuk elsebezni egymást. Oda lövök, illetve vissza lövök. Láthatjuk, hogy tökéletesen működik ugyanúgy. És újra is éledünk. Szóval most már vannak külön sessionek, és az a durva, hogy ez sikerült valahogy úgy megcsinálom, hogy hogy nem tudom, mennyire vettétek észre, de hogyha egyszer betölt a játék, akkor többet nem tölt be. Meg is mutatom, hogy ez pontosan hogy történik. Szóval kiléptem, nyilván azonnal ki is léptetett, nem is vagyok már itt, akkor szerintem le is léphetünk a másikkal, és láthatjuk, hogy ki is léptünk a krumpliból, és olyan csak kenyér van, de szóval, hogy az előbb ebben a pályában voltam a keny kenyérben, Becsatlakozok a krumplipályára. Nézzétek meg, milyen gyorsan csatlakozok be. Először kiváztam a grafikát, és bent is vagyok. Ez azért rohadt jó, mert hogyha egyszer betölt majd nektek a játék, ami nyilván a legelső bejelentkezésnél kicsit fog tölteni a gém, viszont nem úgy lesz, mint a tankinál, hogy várni kell még betölt, bla bla bla, hanem visszamentek, instant kidob, és Megint belépünk most kenyérhez, és bent is vagyunk. Láthatjuk, hogy most kékként léptünk be. Szóval, hogy instant működik, szóval én nem feltétlenül értem, hogy a tanki akkor miért úgy csinálta meg, hogy hogy újra és újra és újra kelljen betölteni dolgokat. Lehet azért, mert amikor kilépsz, akkor törli a memóriából, bár ezt akkor is lehet, amikor elhagyod az oldalt, nem mindegy. Viszont ezzel együtt lett egy rohadt jó ötletem, és az méghozzá az, hogy majd mindenki teljesen testre szabhatja, hogy a betöltés hogyan legyen. Szóval be tudjátok állítani, hogy a tankok töltsenek be, amikor bejelentkeztek, vagy amikor beléptek egy pályára, mindig töltse be újra őket, vagy csat... Na a lényeg, nem? A lényeg, hogy majd be tudjátok állítani, hogy a játék következő bejelentkezésnél hogyan töltsön. Szóval teljesen testre tudjátok majd szabni a betöltést, és ez azért rohadt jó, mert ha megmutatom, konkrétan úgy fog működni ez az, az egész, hogy ugye nem, tud, nem, nem tudom mennyire tudjátok, ugye a, mind, biztos tudjátok, de a tankinál ugye az van, hogy most tételezzük fel, hogy ez itt a login panel. Szóval, hogy itt, itt írod be ugye a nevedet és a jelszódat a tankiba belépünk ugye a karakterünkbe, és hogyha rámegyünk, hogy belépés, akkor ugye a tangi tölt. Nem tudjuk, mit tölt, de valamit tölt. Na most be lehet úgy állítani ezt az oldalt, hogy ne töltsön semmit, hiszen teljesen felesleges a bármit, hogyha ha nem tervezel csatába lépni, hanem csak felnézel, aztán lelépsz. Szóval nem kell várnod. Szóval lényegben rámegyek belépés, és bent is vagyok. Nem tudom, ez mennyire lehet majd megvalósítani, mert nyilván kell majd a garázs, és lehet, hogy akkor majd úgy jár meg, hogy ha a garázsra rákattintasz, akkor, akkor, viszont be kell, hogy töltse a dolgokat. Lényegtelen. Lényeg, hogy egyetlen egyszer kell mindig betöltenie. Aztán jó, are good to go. Mindig szó szóval ezt, ezt csináltam az elmúlt két napban, azaz 17 óra alatt. Nagyon kukány, nagyon ronda, tudom, de nem tudom. De higgyétek el, hogy szebb lesz, ugyanis. Láthatjátok, hogy a játék hogyan néz ki. És hogyha visszamegyünk az időbe, akkor láthatjátok, hogy, hogy nézett ki. Így. szó szóval, hogy így nézett ki a játék. Szóval ja, ilyen, ilyenkor csináltam meg a Multiplayer-t. Hú, de örültem neki, hogy van multi. Egy egyszerűen csodálkoztam, hogy wow, multi! Én most meg le is mindig. Szóval, Szója, kb. ennyi bejelenteni valóm van a, a mai havilogba. Viszont mindenképp írjátok le, hogy főleg akiknek jobb felhallgatójuk van, hogy ti hogy halljátok az új hangot, ugyanis ez sokkal részletesebb, kevésbé zajosabb. Szóval, hogy nagyobb a tartomány, ugye, amiben felveszi a hangot. Összevetettem ezt az új mikrofont a régivel, és iszonyatosan sokkal jobb. Szóval mindenképp írjátok le a kommentbe, hogy ti nektek mi a véleményetek erről, <coughs> illetve azt is írjátok le, hogy hogy tetszik nektek ez a bejelentkezés dolog, és hogy tetszik -e nektek az, hogy belépek egy pályába és instant betölt. És akkor találkozunk legközelebb. Na, sziasztok! <coughs>